Jó reggelt, jó munkát! Tornázzunk ma is egy jót. Ez a jobb oldal, ez a bal. Még akkor is, ha eltévesztem. Gyere, vegyünk nagy levegőt, beszívjuk, kifújjuk, még hármat, még kettőt, még egyet. Lép, zár. Emeld a vállad, amerre lépsz. Négy, három. Köröz hátra. Négy, három. Jön a páros. Tudom, mire vágyunk ilyenkor, karácsonykor, főleg amikor már az ünnepekbe bele siklottunk, jobb és bal, és bizony az sok evéssel is jár, és finom süteményekkel, páros kar. Jobb és bal, ez az eleje. Egy jó kis mozgós tornára. Páros, na a mai az ilyen mozgós lesz. Engedd le a karjaidat, tord lefelé a vállat, hosszú nyak, széles melkas. Négy, három, lendítsd. Így van, figyelj, hajlítsd a térdet. Tudod, az lesz a neve, hogy sarok. Négy, három, gyere előről, zárd a lábad, köröz hátra. Páros kar, négy, három. Jön a sarok, nyolc, hét, hat, négy, három. Sima hinta, sima hinta. Nyújtóz fölfelé. Pici törzsfordítást is eszünk bele, nagyon óvatosan. Hozd egyre lejjebb a karod, és fordulj utána a törzseddel. De a medencéd előre néz, és húzd ki magad. Hozd egyre följebb a karod. Nyolc, hét, hat, négy, három. Kettőt fönt, kettőt vízszintesen. Kettőt lent, ne rodjon meg a tartás. Kettőt fönt, ne legyen benne lendület, figyelj, lendület nélkül, közép, lent, lent, közép, fönt, fönt, közép, lent, lent, közép. Nagyon jó, gyere előről, zárd a lábad, köröz hátra. Páros kar, négy, három, sarok, nyolc, hét, hat, négy, három. Nyújtózunk föl, fönt, fönt, közép, közép, lent, lent, nincs lendület, húzd ki magad, fönt, fönt, közép, lent, lent, közép. Nagyon jó. Jön a térd, a szokásos, ugye úgy kezdjük, hogy jobb kilépés, bal térd húz. Csak most egy kicsit spoilereztem. Még nyolc, hét, hat, négy, három. Gyere előről, zárd a lábad, köröz hátra. Kész a kombi, csak ismételni kell. Páros kar. Sarok. Nyolc, hét, hat, négy, három. Nyújtózunk föl. Közép. Lent, lent. Közép. Figyelj, jön a bal térd. Nyolc, hét, hat, négy, három. Előről. Eljátsszuk még kétszer, ezen az oldalon, páros kar, aztán majd a másik oldalon később. Sarok, 8, 7, 6, 4, 3, nyújtóz föl, közép, lent, lent, közép, jön a térd, 8, 7, 6, 4, három, gyere még egyszer előről. Páros, négy, három. Sarok, nyolc, hét, hat, négy, három. Nyújtóz, közép, lent, lent, közép, és a térd. Nyolc, hét, hat, négy, három. Oké, zárd a lábad, engedd le a karjaidat, ne felejtsd még el a kombit. Egy kör hátra, hátul lent a váll, elől a jobb kar, finoman húz, ne csapódjon fel a vállad. Elől a bal.
és elfordulunk jobbra. Jobb láb elől, bal láb hátul. A szokásos. 8, 7, 6, 4, 3. Hátul támaszd le a bal sarkat, emeld meg és engedd le, és figyelj ugyan, hogy párhuzamos legyen a két láb. Erre mindig figyelünk, nem engedjük el csavarodni a hátul levőt. Picit döntsd a törzsed, és nyújtózz vele. Engedd le a sarkad, úgy döntsd a törzsed. 8, 7, ha úgy jobb, akkor lehet támaszkodni nyugodtan. Egyenes gerinc, elől hajlítva a tért, hátul nyújtva. Kettőt még. Fönt állj meg, billensd a csípődet. Hátul a sarkad legyen a levegőben, és csak a köldök alatti rész. Ezzel a csípő hajlító izmokat nyújtjuk. 4, fölfelé pedig feszes egyenes a törzs. 2, hátul a testsúly, elől nyújtsd a térded, döntsd a törzsed, feszítsd vissza elől a lábfejed, forgasd előre a balt is. 4, 3, 2, elől a testsúly, sarkadat húz. Jó sokat! 5, 6, 7, 8, 7, 6. Az csak a szokásos, ahogy mindig szoktuk. Mehet a térd. 16. 5, 6, 7. Tudod? 8, 7, 6. 4, 3. Visszafordulunk, terpesz. Egyenes törzsel süllyedj, gömbölyűvel emelkedj. Egyenes le. Gömbölyű föl. Kettőt még. Még egy. Egyenes törzs, fordítsd el. Jobb és közép. Bal és közép, vagy fordítva. Bal és közép. Jobb és közép. Na még négyet. Hármat. Kettőt. Hinta, balra kezdjük. Nagyon örülök ennek a manónak. Zárd a lábad, egy kör hátra. Hátul lent a váll, van valami kombi, visszalapozunk, eljátsszuk balra is. 4, 3, úgy kezdődik, hogy karkör. 4, 3, páros kar, 4, jön a sarok, 8, 7, 6, 4, 3, jön a nyújtózás. Közép, lent, lent, közép, és jön a jobb térd. 8, 7, 6, 4, 3, gyere előről, zárd a lábad, meg az ablaknak is, hogy örülök, nyisd ki az ablakot, páros kar. Jön a sarok, 8, 7, 6, 4, 3, nyújtózz föl, 4, közép, lent, lent, közép, így jó, így jó. Jön a térd, 8, 7, 6, 4, eljátszunk utoljára előről. Páros kar, nagyon okosan a radiátorokat már lezártam, sarok. Ez egy elég meleg, forró program. Nyújtózz fölfelé, közép. Majd meglátod, szakadni fog rólad is a víz, remélem. És jön a térd. 8, 7, 6, 4, 3. Oké, zárd a lábad. Egyébként ezt már ezt a programot biztosan ismered. Úgy szoktuk hívni, hogy a 18 perces. Fűzd össze hátul az ujjaidat és emeld a karokat. Gyere, elfordulunk balra. 4, 3. Támadd le hátul a jobb sarkad. Emeld meg, engedd le. És hogyha csináltuk már együtt ezt a 18 percest, akkor tudod, miről beszélek. Ez egy olyan mozgós program. Kettőt még. Lent a sarok, döntsd a törzsed, lehet támaszkodni nyugodtan. 7. Forgasd mind a két lábfél előre. Párhuzamos. Elől hajlítva, tért hátul nyújtva. Egyenes törzs. Állj meg fönt. Billensd a csípőd. 7. 6, 5, 4, 3, 2, hátul a testsúly, elől nyújtsd a térdet, döntsd a törzsed, feszítsd vissza a lábfejed elől, 6, 5, 6,
4, 3, 2, elől a testsúly, sarok, így van, 5, 6, 8, 7, 6, 4, 3, megy a térd, jó reggelt, jó munkát, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, nagyon jó, gyere fordulj vissza előre, terpesz, egyenes törzsel dőlj, gömbölyűvel emelkedj, egyenes le, gömbölyű föl, egyenes, gömbölyű, na még egy, egyenes is ki a törzsed, fordítsd el, jobb és közép, bal és közép, jobb, bal, 4, 3, nagyon jó, hinta, jobbra kezdjük, felemelkedünk, zárjuk a lábunkat, egy kör hátra, hátul lent a váll, és elől a pici kereszt. A mai programhoz egy darab kézi súlyzóra lesz szükségünk az első részhez, ehhez a bizonyos 18 perchez. Húzd hátra a karjaidat, és zárd a lapockákat. Én szándékaim szerint egybe mutatom az egészet, nem fog megállni, de te nyugodtan megállhatsz, akár pihenhetsz is, egy kis helybenjárás, és ihatsz bármikor. Ha van olyan gyakorlat, ami nehezen megy, akkor azt helyettesítheted egy másik gyakorlattal, mert elég sokat fogunk 8-at szám szerint megtanulni. Forgasd hátra a tenyered, és mondjuk egy is se lesz nagyon nehéz, nagyon jó. A lényeg, hogy nagyon kevés ismétlés számmal dolgozunk, 8 ismétlés van egy gyakorlatból, de ahogy bővítjük a sort, mindig visszatérünk az elejére, a jobb oldalon mindig bővítjük, a bal oldalon mindig ismételjük. Tehát a végére egy elég nagy terebélyes gyakorlatcsokorrá válik. Fogd azt az egy darab súlyzódat, előtte azért nyugodtan így áll, és ahogy mondtam, közben is lehet. Lehetséges, hogy eltévesztem menet közben, de majd olvasok, és remélem, hogy nem tévesztem el. Ha eltévesztem, akkor visszacsináljuk. Csípőszéles terpesz, párhuzamos lábfej, hajlított tér, feszes farizom, feszes hasizom, nyújtott törzs. Szűk guggolással kezdjük, és előre emelés, azaz egy súlyzó a két kezedben van. Így van. És amikor azt mondom, hogy menjünk vissza az elejére, akkor erre gondolok. Tehát erre az egyszerű szűk guggolásra. Én majd valószínűleg elfordulva mutatom a gyakorlatok nagy részét, mert úgy jobban látszik. De hát ez az első, ezt ismered jól, szemből is, oldalról is. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, figyelj, jobb láb hátra, sima guggolás. És én ezt már elfordulva mutatom. Jó? Elől a térded, ne előzze meg a cipőorrának a vonalát. Hátul jó mélyre engedd le a hajlított térdedet, feszítsd a hasizmot. Kezdjük előről. Sima szűk guggolás. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Most a bal láb hátra. Jobb harán guggolás, és hogyha oldalról mutatom, akkor ugye ugyanúgy néz ki. Később ebből majd kitörés lesz, de így is maradhat. Kettőt még, gyere előről, szűk guggolás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jobb láb hátul, 8, párhuzamos a két lábfej, és ha akarod, akkor ez lehet kitörés jobbal hátra. A többi szabály ugyanaz, 3, 2, jó, megállítjuk hátul a jobb lábat, jobb kar oldalra emel. Döntött törzs oldalemelés, feszes hasizom, nem dugod ki hátra a feneked, nem görbül be a hátad. Egyenes gerinc, 2, gyere előről, szűk guggolás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
bal láb hátra, 8. És ha akarod, lehet kitörés ballal hátra. Puhán érkezz meg, és hajlítsd be a térdet, ne feszítsd ki a hátul levőt. Hajlítsd, maradjon hátul a bal láb, döntött törzs oldalemelés, 8, 7, feszes hasizom, 6, 5, 4, 3, ez már 3 gyakorlat a 8-ból egyébként, gyere előről, szűk gugolás. Tehát jól haladunk, de mindig előről kell kezdeni. Még 4-et, 3-at, 2-t, jobb láb hátra, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Na mi jött ezután? Ezután jött a döntött törzs oldalemelés, hátul marad a jobb láb, döntött törzs, feszes hasizom, egyenes gerinc, nincs lóbálás, és ha könnyű a súlyzód, akkor csak félig engedd le. 4, 3, ne engedd le egészen. 2, egyensúly gyakorlat jön, előre emeld a jobb karod, és hátra a jobb lábad. Feszes egyenes törzs, 6, legyen behajlítva a tartó láb. 4, 3, 2, gyere vissza, előről kezdjük, szűk gugolás, 7, 6, 5, ezt kell megismételnünk a másik lábbal is, 2-t, bal láb hátra, 8, ha lehet, akkor kitörés hátra, 6, 5, 4, 3, hátul marad a bal láb, döntsd a törzsed, bal kar emel, és ha könnyű a súlyzód, akkor csak félig engedd le, hogy ne pihenjenek a vállizmok és a hátizmok. 4, könnyök enyhén hajlítva, csukló egyenes, 2-t még, jön az egyensúly gyakorlat, bal kar előre, bal láb hátra, nagyon fontos, hogy maradjon behajlítva a jobb térd, amin állsz, ne feszítsd ki, 4, 3, 2, kezdjük előről, már 4 gyakorlatot tudunk a 8-ból, így van, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jobb láb hátra, 8, 7, 6, 5, 4, hajlítsd be hátul a térded, ne feszítsd ki, nagyon gyakori hiba, hátul marad a jobb láb, döntött törzs, 8, 7, csak félig engedd le, ha olyan könnyű a súlyzód, mint nekem, 4, 3, 2, jön az egyensúly gyakorlat, 8, jobb kar előre, jobb láb hátra, döntött törzs és a tartó láb hajlítva. Megtanuljuk az 5. gyakorlatot, 2-t még, messze hátra tedd le a jobb lábad, elő van a bal, térd hajlít, úgyhogy ne előzze meg a térded a lábujjak vonalát, és a törzs és a hátul levő láb egy vonalban van, úgy fogom hívni, hogy egylábas gugolás. Nagyon jó, gyere kezdjük előről, szűk, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bal láb hátra, 8, 7, 6, 5, tudod, ez lehet sima gugolás is, nem kell szárni a lábadat, nem muszáj. Maradjon hátul a bal láb, döntött törzs, 8, 7, 6, csak félig engedd le, 5, 4, 3, 2, egyensúly, bal láb, bal kar, 8, 7, tartó láb hajlítva, törzs nyújtva, és nincs lendület, 3, 2, jön az egylábas gugolás, messze hátra tedd le a bal lábad, döntsd a törzsed, egy egyenes a hátul levő láb, és a törzs, és csak elől hajlítod a térdet. 4, 3, 2, gyere előről, szűk gugolás, 8,
7. Van még egy 6-os, 7-es, 8-as gyakorlat, de elárulom, hogy a 7-es, 8-as az majdnem ugyanaz. Úgyhogy nem is 3. Jobb láb hátra. És 8, 7, sima guggolás is jó, 6, 4, 3, hátul marad a jobb láb, döntött törzs, oldalemelés, 7, 6, feszes hasizom, egyenes gerinc, 4, 3, 2, egyensúly gyakorlat, jobb láb, jobb karemel, 8, 7, 6, 5, 4, egy fix pontot néz, akkor könnyebb egyensúlyozni, egy lábas guggolás jön, hátul messze a jobb láb, döntött törzs, elől a bal tért hajlít, 4, 3, 2, nagyon jó, hozd vissza a jobb lábad, szűk terpesz, döntött törzs, triceps, a lórugás gyakorlat, ez a közismert neve, de triceps nyújtás egyébként, és a felkar mozdulatlan. 2, gyere előről, megtanuljuk, megcsináljuk ugyanezt a bal oldalon is, így van. 4-et még, vagy a bal lábbal, bal karral, de hogy jobban lásd, ezért fordulok el jobbra. Nagyon jó. Bal láb hátra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hátul marad a bal láb, döntött törzs. 8, csak félig enged le. 7, 6, 5, 4, 3, egyensúly gyakorlat, bal láb, bal karemel, 8, nagyon jó hátizom gyakorlat, amikor egyensúlyozni kell, az összes hátizmot bekapcsolja, a picit mélyen, piciket mélyen is. Egy lábas guggolás jön, 8, 7, 6, ugye minél nagyobb testsúly az előlevő lábon, 4, 3, triceps lórugás jön, döntött törzs, kis terpesz, hajlított tér, nyújtott gerinc, még 4, 7-es, 8-as gyakorlat hiányzik még, de hát megint előről kell kezdenünk, gyere, szűk guggolás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jobb láb hátra, 8, 7, látod, tehát egyszerre nem csinálunk belőle semmiből se sokat, de ez azért összeadódik, tehát sokszor 8 kitörés, az nagyon sok kitörés. 2-t még, hátul marad a jobb láb, döntött törzs, 8 oldalemelés nem sok, de 8x8 oldalemelés az már sok. Na még 4-et, feszes hasizom, egyenes gerinc, nagyon jó. Egyensúly, 8, itt dolgozik a comb, a far, a hát, a kar, a váll, úgyhogy nem a legnehezebb, de talán a legértékesebb gyakorlat. Egy lábas guggolás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, triceps, lórugás, 8, felkar mozdulatlan, szűken a törzs mellett, egyenes gerinc, feszes hasizom, nem lóg a fej, hosszú a nyakad, 4, 3, 2, nagyon jó törzshajlítás jön jobbra. Ugye ez a 7-es gyakorlat, két láb szimmetrikus mozdulatlan, és a térdek hajlítva vannak. A 8-as az ennek egy fokozottabb változata lesz. Gyere előről, szűk guggolás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bal láb hátra, 8, 7, 6,
5, 4, 3, hátul marad a bal láb, döntött törzs, 8, kezd már kicsit melegünk lenni, remélem, 4, alattam már egy tenger van, 2-t még, egyensúly, és 8, 7, de ez nem baj, ugye? Az izzadás a legjobb méregfelenítő folyamat is. Hátul messzeted le a bal lábad, egy lábas guggolás, 8. Tehát ilyenkor sejtszinten szabadulunk meg akár a nehéz fémektől is, egy csomó ártó anyagtól. Triceps, lórugás, és biztos, hogy könnyebbnek fogod magad érezni utána, hogyha esetleg belefutottál te is egy-két karácsonyi nagyevésbe. 4, 3, kicsit fölpörgetjük a kohót. Nagyon jó, törzshajítás balra. Ugye szimmetrikus a két láb, hajdítva vannak a térdek, egy olyan jó stabil válszéles terpezben. És megismételjük még egyszer jobbra is balra is, mert a 8-as gyakorlat, ami ennek egy intenzívebb változata, az még hiányzik. Gyere előről, szűk guggolás. Lesem az órát, hogy kijön-e tényleg a 18 perc, még 4, megvan rá minden esélyünk. 3, 2, jobb láb hátra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hátul marad a jobb láb, döntött törzs, 8, 7, 6, csak félig engedd le, ha bírod még. 4, 3, 2, egyensúly, 8, 7, 6, 5, egy fix pontot néz, tartóláb hajlítva, törzs nyújtva, nincs lendület, egy lábas guggolás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, triceps lórugás, 8, 7, 6, feszes hasizom, 5, 4, 3. Ezután jött az a szerít törzshajlítás jobbra, ami akár így is kinézhetne, de ha nagyobb terpezbe kilépsz, akkor eléred a bokádat, sőt, így van. 12, 11, feszes farizom, feszes hasizom, mozdulatlan a két láb, 8, 7, 6, 5, 4, és van még balra egy ismétlésünk, 2, gyere előről, szűk guggolás, és ez az, 6, 5, 4, 3, bal láb hátra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hátul marad a bal láb, oldalemelés, csak félig engedd le, 7, 6, 5, 4, 3, 2, egyensúly, 8, 7, 6, a billegés hozzátartozik, legyél bátor, 3, de ne lendíts, az nem tartozik hozzá, egy lábas guggolás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, triceps, lórugás, 8, feszes hasizom, hosszú-hosszú-hosszú törzs, 4, hosszú nyak, 2-t még, törzshajlítás, balra, elkezdjük ezzel a szeliddel, de tudod, szép, szimmetrikus, széles terpesz, pokaérintés, karnyújtás,
Így van. 4, 8, 7. Na, ahhoz, hogy tényleg 18 perc legyen, ebből van még 4, és utána még egy 40 másodperc guggolás, az nem sok, de akkor meg lesz a 18 perc. Nagyon jó, gyere, guggolunk! Csak középen. Így van. 31-30-ig kell elmennünk, az én stopperem szerint. Az nem sok, egy jobb hátra, egy bal hátra. Melyik az a jobb, melyik az a bal? Ezt kihagyhatod, nem baj. Sima guggolás is jó. Hát ha már 18 percet ígértem az elején, akkor ebből van még 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7. Úgyhogy ha megnézed otthon az órádat, vagy a felvételnek, a lejátszásnak az óráját, akkor nem fogsz bennem csalódni. Ez megvan. Nagyon jó. Oké. Pihi. Egy kis helybenjárás, egy kis ivás. Helybenjárunk, nem ülünk még le egy picit. Megnyújtjuk a combot és a farizmot. Ha úgy érzed, hogy meg tudsz állni egy lábon, csípő előre, comb hátra. Majd ugyanez a jobb láb. Bocsi, Manó, bocsi. Bocsi, frigyes mester. Keresztbe és döntsd a törzsed, hajlítsd a csípőd, térded, mintha leülnél a levegőben. A levegőbe. Gyere ugyanez a másik oldalon, comb és farizom. Megnyújtjuk, és utána a talajon folytatjuk. Hát farizom, hát és has. Ez vár még ránk. De azért van egy jó hírem. A farizom gyakorlat az fekve indul, oldalon fekvésben indul, és persze nehezíthetünk rajta, de maradhat az úgy is. Ugye leültél a levegőbe, kellemesen húzódik a hopp, a comb és a farizom. Így van a bal oldalon. Gyere, teríts meg, és jöhet a talaj. Foglalj helyet a talajon, oldalon fekvésben kezdjük, mégpedig jobb lábemeléssel. Ó, ez de jó, ez a törölköző. Hajlítsd be derékszögbe a csípődet, hajlítsd be a térdedet is derékszögbe, és emeld a jobb lábad. Így van. Neki milyen jó, tök jó laza. Kicsit erőtlen, de viszont teljesen laza. Egyébként megy a fejembe a számláló, és a 8 körből az elsőnél tartunk. Egész nyugodtan, kényelmesen elhelyezkedhetsz, fekvésben is. Úgy is teljesen jó. Így van. Figyelj, 16 picit föl. 5 kört mindenképpen így fekvésben gondoltam. Ez az alapgyakorlat, ide bármikor visszatérhetsz. Egyszerű hajlított lábemelés. De további 3 kör még ugyanezzel a lábbal egy nehezített kiinduló helyzetben. Húz a térd, tol a sarok. Húz. Húz. Így van. Feszes hasizom, húzd de jól a köldököt, mozdulatlan a medencét. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Picit emelj, nyújtva föl, tol, tol, tol. 5, 6, 7, 8. 7, 6, 4, 3, megint húz a tér, tol a sarok, mozdulatlan a medencét, feszes egyenes a törzset, törzset, pihen a nyakad. És ha tudod nehezíteni a gyakorlatot, akkor előre tol, érint, előre tol, érint, előre, érint, tol, érint, tol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, picit emelj, nyújtva föl, tol, tol. Ha nyújtva nehéz, akkor hajlítva. Úgy is jó. 8, 7, 6, 5, 4, 3.
lejáró. Nyújtva nagyot, és le, és föl. Vízszintes a lábfej, mozdulatlan a törzsed, medencét. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Picit föl. 5, 6, 7. Jön az ötödik kör. 8 a 8-ból. 6, 4, 3. Megint a nagyot. Körívet rajzolunk. Emel, hátra visz. Emel, előre hoz. Emel, hátra. Emel, előre. Így van. Nyolc, hét, hat, öt, négy, három. Nagyon jó. Hátul picit föl, ezt elvisszük hátra, ezt a nyújtott lábat, és ha tudod nehezíteni, először könnyítünk, behajlítjuk a térdünket, ne tedd le, picit emelj, emelkedj föl ilyen félig ülő helyzetbe, és így emeld a hajlított lábad. Föl, le. Nagyon fontos, hogy ne görbüljön be a hátad. Lehet, hogy megmutatom inkább oldalról. Nyújtott törzs, feszes hasizom, széles mellkas, támaszkodhatsz a combodon, támaszkodhatsz a talajon, lehet támasz nélkül is. 4, 3, 2, picit föl, nem csúszik be a nyakad a vállak közé. 5, 6, 7, 8, 7, 6, bármikor visszadőlhetsz fekvésbe. Húz a tér, tol a sarok. Húz, tol, húz, medencét mozdulatlan. Picit hátra, nem azért, mert itt vannak a vizes palackok, hanem azért, mert attól még jobban dolgozik a farizom. Húz, tol, húz, tol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oldalt picit emelünk föl, tol, 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 5, 6, 7, 8, így remeg, de nem baj, csak akkor teszem le, ha emberhalál van a kilátásban, hol tolt hátra, előre. Vízszintes, vízszintes. Hátra, így van. Még mindig a levegőben a láb. Tol, 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 tol. 8, 7, 6, 5, 4. Húzd ki magad, feszes hasizom. 2, nagyot még. És 16 picit, tol, 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 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nagyon jó, na, letesszük, ha még lebírjuk tenni, mert már olyankor az is nehéz. Hát, megnyújtani is nehéz, lehet, hogy jól esik egy kicsit megdögönyözni, ráülsz, körkörös mozdulatokkal megmasszírozod. De ha hagyott pihenni, az is elég, a másik láb jön. Ugyanaz a 8 kör. Gyere, Frigyes, gyere. Így van. Oldalon fekvés, hajlított tért, hajlított csípő. 5 fekve, és további 3 ülve. A fekve az azt jelenti, hogy tényleg lehet feküdni. 12, 11, 10, 9, 8, feszes hasizom, medencét mozdulatlan, 6, 5, 4, 3, 2, picit föl, tol, 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 5, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, húz a tér, tol a sarok. Húz, tol,
húz. Tizenkettő. Nyolc. Nincs lendület, nem hagyod, hogy elrántsa a lábad, a törzsedet, vagy a medencédet. Kettőt. Picit nyújtva föl. Tol, tol, tol. Öt, hat, hét. Nyolc, hét, hat. Négy, három. Húz és tol. Tehát ez így is jó, vagy egy hajlított lábemelés is ugyanolyan jó, de ha tudod nehezíteni, most told előre. Érint, tol, érint, tol, érint, tol, érint. Nyolc, hét, hat, öt, négy, három. Picit emel nyújtva föl, tol, tol. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, nyújtva nagyot, föl és le, vízszintes a lábfej, ma így csináljuk. Szoktuk néha nehezíteni, úgyhogy elbillentjük a lábfejünket, hogy még több farizon dolgozon, de ma ugye hosszú menet van. Úgyhogy így is be fog kapcsolódni minden pici izomrost. Négy, három. Picit föl. Öt, hat, hét. Nyolc, hét, hat. Négy, három. Jön a körív, és emel hátra. Emel előre. 12. 10. 8. 4. 3. 2. Picit emelj, hátra vidd. És ugye jön még az a három kör, fenékszaggató sorozat, hajlítsd be a lábad, ne tedd le, gyere emelkedj föl, ilyen félig ülő helyzet, így emelj nagyot, hajlítva, és le. Lehet bárhogyan támaszkodni, lehet támasz nélkül is, aki bírja, nekem már jó lesz így is. De mozdulatlan a törzs, feszes hasizom, széles mellkas, szabad nyak. 4, 3, picit föl, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, húz a tér, tol a sarok, húz, tol, picit hátra, de feszes hasizommal, hogy ne legyen benne homorítás, tehát a derekadra most is vigyázol. Húz, tol, húz, feszes hosszú törzs, lélegez, akkor minden könnyebben megy, ha levegőd is van. 6, 5, 4, 3, 2, hajlítva picit föl. Utolsó előtti kör. Ilyenkor nem szabad feladni. 8, 7, 6, amíg te nem teszed le, én se teszem le. Told hátra vízszintesen. Tol, tol, tol. Utolsó kör, 16, majd 16 pici. Tol, tol, 10, 9, 8. Ne rogyom meg a tartás, elvész a hatás. Még négy nagyot. Négy, három, kettő és 16 pici hátra. Tol, tol, tol. Öt, hat, hét,
is megvan. Jaj, de kívántuk ezt már így. Nem a végét, mert vége van. Hanem, hogy így karácsony táján valami jó kis mélyrehatoló mozgásélményt. Megmasszírozhatod. Egyébként kicsit hagyjuk pihenni a farizmokat, de nem sokat. A hátizom gyakorlatban annyit kell dolgozniuk, gyere fordulj át hasonfekvésbe, hogy össze kell szorítani a fenekedet. Hasonfekvésben csípőszéles terpesz, nyújtott térd, tedd a fenekedre a kezed, gyere életem. Homlokoddal érítsd meg a talajt, lassan két ütemben emelkedj, és lassan ereszkedj. Lassan föl, lassan le. Nem kell magasra, és a homlokoddal mindig érintsd meg a talajt. Lassan föl, nem kell magasra, nagyon fontos. Na még egy. Tedd a válladra a kezed, úgy megyünk tovább. Még mindig lassan két ütemben föl, és lassan le. Föl, föl, le, le. Föl, le. Föl. Három szakaszban emelkedj. Három, kettő, egy, és le. Három, kettő, egy, és le. Három, kettő, egy, és le. Ugye eddig így egy síkban dolgoztunk, és ha teszünk bele törzshajlítást, meg törzsfordítást, akkor még több hátizmot bekapcsolunk a munkába. Úgy lesz négy ütemű a gyakorlat, hogy megemeljük a törzsünket, jobbra hajlítjuk, közép és le, ugyanez balra, emel, balra, közép, le. Fontos, hogy maradj szembe a talajjal. A törzshajlítás azt jelenti, hogy párhuzamos a mellkas és a talajsíkja, vagy az arc és a talajsíkja, homlok és a talajsíkja. Na még egy, nagyon jó. Megint három szakaszban föl, középen, és egy bele. Három, kettő, egy, és le. Három, kettő, egy. Most törzsfordítást fogunk beletenni. Emeld meg, fordítsd jobbra a törzset, közép és le. Emeld meg, balra fordítsd. Látod, itt elfordulunk a talajtól. Tehát ez a különbség a hajlítás és a fordítás. Forgatás között. Négy, forgat, közép, le. Három, forgat, közép, le. Kettő, na még egy. Középen lassan két ütemben emelkedj. Föl, föl, le, le. Föl, le. Föl, le. Még egy. Nagyon jó, pihenünk egy icike-picikét. Tárd szét a karjaid, a toldalsó középtartás az ujjaid hegyén támaszkodj. Emeld meg a fejed, emeld meg a törzsed, emeld meg az egyik lábad, másik lábad és tartsd. És ha bírod, akkor emeld el a karjaidat is a talajtól, ezt tartsd és lélegezz. Van még egy kis időnk. Tizenöt, tizennégy, tizenhárom, tizenkettő, tizenegy, tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy, pihi. Tudom, hogy most hasizom gyakorlatot nem csináltunk, pedig ide most pont passzolna is, úgyhogy nyugodtan megállíthatod a felvételt. Van biztos a régebbiek között egy kedvenc hasizom gyakorlatod, azt még 3 percbe tedd ide. Ha pedig most velem tartasz, akkor gömbölyödj össze a baba pózban, mert ez nagyon jól ellazítja a hátizmokat, de még a farizmot is, még egy kicsit a comb izmokat is elől-hátul. Támaszd le a homlokodat, az alkarokat.
Gyere, emelkedj föl térdelő támaszba. Domboríts, gömbölyű, és homoríts, emeld a fejed. Domboríts, lógasd le a fejed. Homoríts, emeld a fejed. Még egyszer, domború. Homorú. Állítsd meg, amikor egyenes. Told előre az ujjaid hegyét. Engedd le a mellkasodat a talaj közelébe, és a végén támaszd le a homlokodat. Kellemesen húzódnak a mellizmok, a váll, a felkarizmai, kicsit a hasizmok is. Hozd vissza a két könyököd a vállad alá, csúsztasd át a jobb tenyered a bal oldalra, fordulj utána, nézz utána, tedd le a fejed, tedd le a vállad, bent van a könyököd, így pihenj egy picit. Lazítsd el a nyakad, nem kell, hogy a fejeden támaszkodj. És jöhet ugyanez a másik oldalra. Tedd le a vállad, tedd le a fejed. Kényelmesen lélegez. Gyere lassan vissza. Szélesebben támaszkodj, mint a vállszélesség, és zárd a lábakat. Engedd le jobbra, engedd el jobbra dőlni a combokat. Kicsit a törzs alsó része is elcsavarodik. Úgyhogy az összezárt lábak eldőltek oldalra, nem előre, nem hátra. Tehát ugyanúgy helyes szöget zár be a tért. Hozd vissza, döntsd el balra is. Még az is lehet, hogy egy kicsit recseg ropogva gerinced. Nem baj, most jól átmozgattuk, megdolgoztattuk be, vagy melegedve. Ilyenkor hatnak igazán a nyújtó gyakorlatok is. Gyere lassan vissza előre. Térdelésből lépj előre a jobb lábaddal. Hát én úgy döntöttem, hogy ide képzelem a suba szőnyeget, jó puha szőrös szőnyeget. Minden esetre puhán térdelj, hogy kényelmes legyen. Nyújtózz a törzseddel. Ha eléred a talajt, úgy is jó, de legyen nyújtva a térded. Ha begörbíted a hátad, kipróbálhatod, akkor rögtön elmúlik a nyújtó hatás, ki kell feszíteni a törzsedet. Hajlítsd be erről a térded, függőleges a lábszár, hátul hegyes szöget zárva a comba talajjal. Próbáld meg, ha kimarad, nem baj, mert lesz belőle másik forma is. Hátul behajlítani a térded, ugye a jobb lábadat el tudod kapni bal kézzel. De ugyanúgy hegyes szöget zár be a comba talajjal, nem emelkedsz. Jól van, lábtartás csere. Előre lépünk a jobb lábbal, a másik lábbal. Egyenes törzsed lőj előre. A lényeg, hogy mind a két oldalra megcsináljuk ugyanazokat a gyakorlatokat. Én is erre törekszem, és egyébként a tested is azt kívánja és jelzi is. Tehát érzed, hogy hol van még feszültség. Tehát akár támaszkodva, akár támasz nélkül, jól megnyújtottuk a comb hátsó részét, elől hajlítsd a térdet, függőleges a lábszár, hátul hegyes szöget zár be a bal comba talajjal. Ez így maradhat, így is jó. Ha nem sikerül most elérned hátul a lábfejedet, akkor még egy-két perc múlva egy másik testhelyzetben megismételjük is, hogy biztos sikerülni fog. Egyébként már állásban is csináltuk, tehát nyújtottuk már a comb belülső részét, és ahhoz képest olyan sokat nem dolgozott. Hegyes szöget zár be a comba talajjal, nagyon fontos. Jól van. Fordulj vissza előre, terpeszállásba emelkedj, úgyhogy hajlítva van a térded, és told kifelé a könyököddel a combodat.
nagyon jó, mindenre jut időm. Támaszkodj a combodra, domboríts kilégzéssel, nyújtsd a törzset, belégzés, domboríts, kilégzés, és nyújtsd. Még egyszer. Egyenesítsd ki, jobbra fordítsd, szép egyenes törzs, széles mellkas, és közép, balra, és közép, ismételd még egyszer, jobbra is, és közép, balra is, és közép. Gördülj föl, maradjon hajlítva a térded, jobbra hajlítsd a törzsed, messzire nyújtóz, ha tudsz, akkor ereszkedj lejjebb, támaszkodj a könyököddel a combodra, és úgy nyújtóz messzire. Feszes hasizom, feszes farizom, bent van a medencéd a törzsed alatt. Gyere, felemelkedünk, bal tenyérrel támaszkodj, messzire nyújtóz, és ha megy, akkor a könyöködön támaszkodj. Így nyújtóz messzire. Jól, gyere középen, egy picit pihenünk. Közelítsd a lábaidat. Alul kapaszkodj meg a tért hajlatba, és domboríts, lógasd a fejed. Szabad laza a nyakad. Hajolj előre, rá a lábakra. Legyen egy kicsit behajlítva a két térded. Vidd hátra a karjaid a törzsed mögé. Fűzd össze az ujjaidat, és engedd le a karokat messzire. Használhatsz hevedert is, tudod, ott van valahol a közeledbe biztosan, és szélesebb fogással ugyanez a feladat. És ha tudod, akkor nyújtsd ki a két térded, hogy még közelebb kerülj a lábaidhoz, és a karok még jobban süllyedjenek. Ez egymás segíti, ez a pár dolog. Minél lejjebb van a karod, annál lejjebb van a törzsed, minél lejjebb van a törzsed, annál lejjebb van a karod. Engedd le a karjaidat, hajlítsd egy kicsit a két térded. Támaszkodj meg a combodon, félig emelkedj, domboríts, kilégzés. Nyújtsd a törzsed, belégzés. Domború. Egyenes, még egyszer, domború. Egyenes. Gördülj föl, és akkor, ha az előbb nem sikerült elkapni a lábfejedet a térdelésben, akkor most ilyet ma már csináltunk, és azt gondolom, hogy akár támaszkodva, akár kapaszkodva, ennél egyszerűbb nem is kell, csípő előre, comb hátra. Egy fix pontot érdemes nézni, akkor könnyebb egyensúlyozni, jöhet a másik oldal. Medencét bent a törzsed alatt, feszes hasizom, és a comb megy hátra. Utolsó két nyújtó gyakorlat kell, de hogy is az utolsó? Ugye ilyet is csináltunk, de a második fél időben rengeteg farizom gyakorlat volt. Nagyon sok farizom nyújtást csinálunk, ha bele-bele nézel egy Pilates videóba, vagy csinálod, és akkor tudod, hogy ebből millió változatot csinálunk Pilates programban. De ezt a nagyon egyszerű alapgyakorlatot, ezt most még ide fűzzük az óra végére, mert azért ez egy elég farizmos sor volt. Jól van, jön még három nagy levegő, kis terpesz. Nyújtóz, jobbra engedd le a fejed, tedd rájuk kezed, engedd rájuk karsúlyát. És közép, nagy levegő, balra engedd le. Nyugodtan lélegezz közben, ne tartsd vissza a levegőt. És közép, nagy levegő. És megérkeztünk. Máé kedves egészségünkre a torna, és boldog karácsonyt kívánok!